A népszámlálás adatai a KSH tájékoztatója szerint a jövőnket is meghatározó információk, ám a november 20-áig tartó adatszolgáltatást jó néhányan a jelenkori boldogulásukra szeretnék felhasználni törvénytelenül. Alig ért véget a kérdőívek online kitöltési ideje, a Hegyvidéken már is megjelentek a csalók, akik magukat számláló biztosnak kiadva próbáltak bejutni a lakásokba. Az egyik hegyvidéki lakó Júlia figyelmének és éberségének köszönhetően nem csak ő, hanem a lakótársai is megúszták egy álszámláló károkozását. A Hegyvidék TV-nek elmondta az esetet, ám azt kérte, ne legyen felismerhető. Pár nappal ezelőtt bejött hozzánk egy gyanús alak, egyesével nézegette a lakásokat, és megkérdeztem, hogy miben segíthetek, keresse valakit, és mondta, hogy konkrétan senkit, a Népszámláló Bizottsági tag vagyok, hogy én kicsoda vagyok, és mondtam, hogy én már online megcsináltam a népszámlálást, és tártalan, és ő követelte, hogy mégis ki vagyok, tehát szeretett volna igazolni, és mondtam, hogy hát ön kicsoda, hogy engemet igazoljon. Szóval így ez nekem nem tetszett, ez a hangsúly, amivel követelte, fenyegetett, hogy ha nem mondom meg, akkor megbíságolhatnak. A hivatlan betolakodó agresszív fellépése is gyanút keltett Júliában, és talpra esettségét bizonyítja, hogy a bírság megemlítésére sem hátrált meg. Továbbra is a magát számlálóbiztosnak nevező ember személyazonosságát kérte, mielőtt bármit mondana a lakókról vagy a lakásokról. A statisztikai hivatal szóvivőjétől megtudtuk, hogy milyen azonosító adatokkal kell rendelkeznie minden számlálónak. Minden számlálóbiztosnak van egy egyedi számlálóbiztosi igazolványa. Ezen az igazolványon megtaláljuk a számlálóbiztos nevét és egy egyedi azonosító sorszámot is. A kérésre a számlálóbiztosok fel fogják mutatni a szemigazolványukat, vagy más fényképes igazolványukat. Van egy ingyenesen hívható telefonszám, ez a 0680 080 143-as telefonszám. Ezen a telefonszámon keresztül lehet érdeklődni a név, számlabiztos neve, illetve az egyedi azonosító sorszám birtokában azzal kapcsolatban, hogy ténylegesen a számlabiztos érkezette hozzánk. Fontos még az, hogy a számlabiztosok nem papírkérdőjével, hanem tableten rögzítik a kapott válaszokat, tehát ez is egy ismertetőjegy a számlabiztosoknak, hogy tablettel rendelkeznek és tableten viszik fel a kérdéseket. A kerületben történt próbálkozást megakadályozó lakónak is feltűnt, hogy tablet helyett egy mappa volt a csalónál, és az is fokozta a gyanúját, hogy nem akarta magát igazolni semmilyen dokumentummal. Kitessékeltem az udvarról, és megfordult, és kiment az udvarról, szóval ha bizottsági tag lenne, a Népszámláló Bizottság tag lenne, akkor igenis szeretne, ha a lakók segítik a munkáját, és következő nap már találkoztam az igazival, tehát teljesen más bemutatkozott, kérte a segítségemet, hogy a lakások, tehát nem keresett konkrétumon személyeket, tehát csak az a lakásokról szeretett volna érdeklődni. Tehát a igazolókártya volt rajta, tablettel közlekedett és normálisan viselkedett. Nagyon fontos információ, hogy ha valaki nem akarja a lakásába engedni a számlálóbiztost, akkor az adatszolgáltatást az ajtó előtt vagy a lakások közelében is megteheti. Abban az esetben, ha az adatgyűjtők azonosításával vagy bármilyen más körülménnyel kapcsolatban gyanújuk merül fel, akkor hívják az ingyenesen hívható 0680 080 143-as számot vagy a 112-es segélykérőt.